Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Békesség veletek! És a te lelkeddel. Urunk Jézus Krisztus, itt állunk előtted a te házadban, a Nagyboldogasszony templomunkban, amely immáron 250 éves, megszentelt falakat tud maga mögött, és aminek éppen búcsú napját ünnepeljük. Ma is szeretnénk énekeinkkel, imádságainkkal a te dicsőségedet zengeni, és most ünnepünk elején ezzel a hálatelt szívvel megáldjuk a restaurált és szépen elkészült mellékoltárakat, keresztkutat, szószéket és fali keresztet. Könyörögjünk! Urunk Istenünk, hálát adunk neked, hogy a te dicsőségedre a mi nemzedékünk is hozzátehetett templomunk több pontjának felújításához. Kérünk, áld meg és szenteld meg a Szent Kereszt mellékoltárt, a Nepomuki Szent János mellékoltárt, a Szent József oltárt, a Szent Pál mellékoltárt, valamint a keresztelő kutat, a fájdalmas szűzanya feletti keresztet és a szószéket. Kérünk, hogy mindazok, akik a jövőben majd betérnek ide, a helybéliek, az elszármazottak, az ide látogatóba jövőket, otthon érezzék magukat a megszentelt házban. Továbbra is fakadjon itt a kegyelem forrása, családjaink és közösségeink számára. Mi magunk pedig őseink példáján élő kövekké váljunk a közös hit, remény és szeretet megélése révén. Ami Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, ki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. A mindenható Istennek, az Atyának, a Fiúnak, Szentléleknek áldása szálljon le erre a templomra, s maradjon rajta. Amen. Szeretettel köszöntök mindenkit,
főtisztelendő paptestvéreket, diákonus testvért és Krisztusban szeretett testvéreket, akár a tolnaiakat, vagy a zarándokként idejövő, szomszéd településből jövőket. Örömmel és háladással jöttem a templom jubileumára, búcsújára, mert összeköt bennünket az érseki tartomány, és összeköt a múlt, a kalocsai érsek személye, aki annak idején e templom építéséhez nagyban hozzájárult. Most rájuk is gondolva, hálát adunk az Istennek, és köszönetet mondunk őseink buzgóságáért, abból erőt merítünk, s legyen ez az ünnep olyan alkalom, amikor a visszatekintés az előre tekintéssel folytatódik, mert a múlt kötelez bennünket, hogy ma a mában és a jó jövőben jó keresztények, Krisztus követők lehessünk. A templom elővételezett búcsúja a mennybe fölvett Szűz Máriának, nagy boldogasszonynak az ünnepe, köszöntjük égi édesanyánkat is. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, s vezessen el az örök életre. Thank you.
Könyörögjünk, mindenható örök Isten, te a szeplőtelen Szűz Máriát, fiad édesanyját, testével, lelkével az örök dicsőségbe emelted. Add, hogy mindenkor az odafönt valókra törekedjünk, és egykor vele együtt részesei lehessünk dicsőségednek, ami Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Olvasmány a jelenések könyvéből. Én, János, láttam, hogy az égen feltárult az Isten temploma, és láthatóvá vált a szövetség ládája. Az égen nagy jel tűnt fel, egy asszonykinek öltözete a nap volt, lába alatt a hold, fején pedig 12 csillagból álló korona. Áldott állapotban volt, kiáltozott gyötrelmében és szülési fájdalmában. Majd egy másik jel tűnt fel az égen, egy nagy vörös sárkány. 7 feje volt és 10 szarva, és mindegyik fején korona. Farkával lesöpörte, és a földre szórta az ég csillagainak 1/3. Azután a sárkány odaállt a szülő asszony elé, hogy mihelyt megszül, elnyelje a gyermekét. Az asszony fiút szült. Fiú gyermeket, aki majd vaspálcával kormányozza az összes nemzetet. A gyermeket elragadták, és Isten trónja elé tették, az asszony pedig a pusztába menekült, ahol az Isten helyet készített számára. Ekkor harsány hangot hallottam az égben, eljött Istenünk üdvössége, ereje és országa. Eljött az ő fölkentjének uralma. Ez az Isten igéje. Szent lecke Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből. Testvéreim, Krisztus feltámadt a halálból elsőként a holtak közül. Egy ember által jött a halál, és egy ember által jön a holtak feltámadása is. Amint ugyanis Ádámban mindenki meghalt, úgy Krisztusban mindenki életre kell. Mindenki akkor támad fel, amikor sorra kerül. Először Krisztus, majd amikor ő eljön, azok is mindannyian, akik Krisztushoz tartoznak. Azután következik a vég, amikor Krisztus átadja az Istennek,
az atyának az uralmat, miután minden felsőbbséget, hatalmat és erőt megsemmisített. Addig kell ugyanis uralkodnia, amíg ellenségeit mind lába alá nem veti. Utolsó ellenségként a halál semmisül meg, mert is hatalma alá vetett mindent. Ez az Isten igéje. Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Lukács könyvéből. Azokban a napokban Mária útra kelt, és a hegyek közé Júda egyik városába sietett. Belépett Zakariás házába, és köszöntötte Erzsébetet. Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, szíve alatt megmozdult a magzat, és a Szentlélek betöltötte Erzsébetet. Hangos szóval így kiáltott: áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. De hogyan lehet az, hogy uramnak anyja látogat el hozzám? Mert íme, amikor fülembe csendült köszöntésed szava, örvendezve felújongott méhemben a magzat. Boldog, aki hitt annak beteljesedésében, amit az Úr mondott neki. Mária megszólalt: magasztalja lelkem az Urat, és szívem újjong megváltó Istenemben, mert tekintetre méltatta alázatos szolgáló leányát, lám ezentúl boldognak hirdet engem minden nemzedék. Nagy dolgokat művelt velem a hatalmas, szentséges az ő neve. Irgalma nemzedékről nemzedékre száll, mindazokra, akik félik őt. Nagyszerű dolgot tett karja ereje, széllyel szórta mind a gőgös szívűeket, lesöpörte trónjukról a hatalmasokat, és felmagasztalta az alázatosakat. Az éhezőket elhalmozta minden jóval, de a gazdagokat elküldte üres kézzel. Felkarolta gyermekét, Izraelt, megemlékezve irgalmasságáról, amint atyáinknak megígérte, Ábrahámnak és utódainak mindörökre. Mária ott maradt még körülbelül 3 hónapig, azután visszatért az otthonába. Ezek az evangélium igéi. Főtisztelendő paptestvérek, tisztelt polgármester asszony, alpolgármester úr, Krisztusban szeretett testvéreim! Ma sok helyütt már történelmi helyeken úgynevezett kronoszkópot állítanak föl, az egy olyan távcső, amely visszaröpít a múltba. Tehát valaki belenéz, 1000 évekre visszamenőleg képeket hoz a településnek a múltjából. Ha itt tolnám, felállítanának egy ilyen kronoszkópot, ami tudtommal még nincs, nagyon sok mindent lehetne benne látni. Lehetne látni a 1000 évvel ezelőtt itt élő embereket, akiket úgy föl is ismerne a gép, a római legionárusok volnának,
akik itt várat építettek a Duna mentén, hiszen itt volt a Római Birodalomnak a határa. Aztán látná a honfoglalókat. Jöttek a magyar törzsek, és szálláshelyeket vettek itt ezen a tájon, a vezérek, még maga a király is, sőt, 200 éven keresztül a trónörökös fiának, vagy a trónörökösnek volt ez a szállásrész a helyi birtoka. Aztán, ha olvasni tudna, akkor látná a tihanyi alapító apátsági levélbe, hogy ott van Tolna. Ami annyit jelent talán, hogy elvámoltató hely. Fejlődne a város a képeken, s jönne a tatár, mindent elpusztítana, és aztán jönne az újrakezdés, látná Károly Róbertet, látná a vármegye gyűléseket, egyre jobban virágzó dunamenti kisvárost, mely majdnem vetekedett Buda lakosaival, látná Hunyadi János, sőt Mátyás királyt is többször megfordulni, és amikor jönnek a török hadak, akkor a képen lehetne látni, hogy második Lajos királyunk így gyülekezett magyar főpapokkal, talán Tomori Pál is idejött, és innét mentek Bátára. Aztán egy hónap múlva rá itt voltak a török seregek, teljesen nem pusztították el a várost, mert nekik is élni kellett valamiből, kellett vámot és adót szedni, és a város úgy, ahogy élne a maga életét ezen a kronoszkópon, de jönne a 15 éves háború, 1600-as évek eleje, 1590-es évek vége, amikor a város elpusztul, és jönnek a délszlávok, jön mindenféle nemzetség, és kiűzik a törököket, akkor ez a terület, mivel elnéptelenedett, az úgynevezett neoakvisztika komisszióba, az újrafoglalásban kiosztanák ezt a területet a Wallis grófoknak, festeticseknek, akik hoznák a maguk népét, onnét-ahonnét a Duna ered, és itt benépesítenék ezt a tájat szorgos németekkel, akik kultúrát teremtettek. Közben jönnének a szabadságharcok, a képen megjelenne itt elődöm Batthyány József is, aztán folytatódna a történelem egészen az újkori időkig. Talán az utolsó nagy fölvonás az volna benne, hogy Mős községet ide csatolták Tolnához. És aztán az egyházi vonatkozásban látná a Szent Istvánkori templomot, azt, amikor lerombolták az ispotályosok lovagokét, a pálosokét, a ferencesekét, és aztán az újrakezdést. Sok-sok dunai árvizet is mutatna, de olyan városi tüzeket, amikor elpusztult a város, de mindig újrakezdtek. Most, hogy a Madách év van, lehetne azt mondani, hogy Madách Imre e város alapján is megírhatta volna az ember tragédiáját, hiszen az a nagy mű az emberiségre visszavetítetten hozza az emberiség korszakait, amikor elbuktak, újrakezdtek, elbuktak, újrakezdtek, és ott a végén a drámának kapnák a biztatást, ember küzdj és bízva bízzál, de hát Ádámban ott volna a nagy félelem és a kérés, vagy az a kérdés, meg sóhaj, hogy csak azt a véget tudnám feledni. Az a vég a halál. Igen, emberi módon
ennyit lehetne Dióhéjban látni Tolna városáról. De mi hívő emberek vagyunk, többet is látunk. A mostani Szentleckében szinte ugyanezek a gondolatok foglalkoztatták Szent Pál apostolt, amikor a korintusiaknak írt. Még a név is ugyanaz, Ádámról szól. Arról az Ádámról, akit a Biblia az emberiség ősatyának nevez. Tehát elkezdődött az emberiség élete, akit a Biblia Ádámnak nevez, de Ádám sorsa és az ő nemzedékének, az egész generációnak a sorsa az volt, ami a tolnaiaké, hogy minden újrakezdés után meghaltak és sírba szálltak. És ezért mondta Szent Pál apostol, hogy Ádámban mindannyian meghaltunk. És amikor elmúlik egy idő az ember életében, kinek ennyi, kinek annyi jut, óhatatlanul szembesül ezzel a gondolattal, hogy volt mindennek értelme ennek a küzdelemnek. De Szent Pál nem áll meg a gondolatnál és a kérdésnél csupán, hanem megadja a legnagyobb vigasztalást, az igazi evangéliumot, de Krisztus föltámadt a halálból. És ezért van föltámadás, mert ha Ádámban mindannyian meghaltunk, minden ember sorsa az, hogy született, és a földön meg kell halnia, de hisszük azt, hogy Krisztussal föltámadunk. És ezért volt értelme minden küzdelemnek, ezért volt értelme Batthyány Józsefnek Festetics-től átvett birodalmon, vagy területen templomot építeni. Mert a templom mindig jelzi azt, hogy az Isten velünk van a történelemben. Az az épület a történelemben a templom, amely a vándorló embernek ad egy biztonságot, hogy az Isten velünk van, nem hagyott el bennünket. De nem csak a földi élet folyamára van ez így, mert van örök élet. És ennek a templomnak éppen a boldogságos szűzanya, a nagy boldog asszony a titulusa, a búcsúja, aki első volt az emberek között, aki elnyerte a testi és lelki föltámadást. Krisztus érdemeiből, mert az az asszony, aki Jézust adta a világnak, az nem halhatott meg úgy, mint a többi ember, bár mindenben kivette a részét a szenvedésben, de Jézus nem hagyta, hogy az enyészet martalékává legyen csak egy időre is az ő szent anyja, hanem megadta neki a halálában, elszenderülésében a teljes dicsőséget, mondhatnánk így, a szentélyavatás teljes fokozatát, amiben a szűzanya a föltámadott Jézushoz hasonlóan elnyerte a megdicsőült test állapotát, az erőt, a szellemiséget, a szépséget, a jóságot, amit fölismertek a tanítványok a föltámadt Krisztusban. Ez a keresztény népnek közmeggyőződése volt az ősidőktől fogva, mert így nincs benne kifejezetten a Szentírásban, hogy a szűzanya elnyerte volna halála pillanatában, elszenderülése pillanatában, ahogy a teológia fogalmazza, a teljes megdicsőülést, de kikövetkeztethetjük, mert a Jelenések könyvének az asszonya, a napba öltözött asszony vonásai rá illenek, aki küzdött a sátánnal, küzdött a gonoszsággal, szent fiával a karján, de elnyerte a teljes megdicsőülést, ahogy a Jelenések könyvének az írója mondja.
s ezért a templom nem csak azt jelenti nekünk, amikor itt járunk, hogy az Isten velünk van, hanem velünk is lesz, és megadja az ember számára a beteljesedést. És ezt ünnepeljük a Nagyboldogasszony ünnepében, és azt is jelenti, hogy van anyánk a mennyben, a Szűz Mária személyében, és ezért mi mindig fohászkodhatunk, és kérhetjük őt, hogy imádkozzál érettünk bűnösökért. És hát ezt tesszük most is ezen az alkalommal, amikor egyrészt hálát adunk az ő szavaival, a csodálatos magnifikáttal, örvendezünk és kérjük az ő segítségét. Ennek a városnak a címerében érdekes jelek vannak, ugye minden város valamiképpen a címerében akarja hozni azt a jelképet, amit ő szeretne elérni. Benne vannak a várfalak, hiszen Tolnának vára is volt, úgy is hívták egy időben, hogy Tolna vára. A múltra is emlékeztet bennünket, illetve arra az erős várra, amit az Isten jelenthet számunkra. És ott van kétféle jel még, a máltaiaknak a keresztje, és ott van egy csillag, amit, ha jól tudom, a betlehemi csillagra is hajaznak, hogy így mondjam mai szóval, hogy az is emlékükét idézi a tolnaiaknak. Hát mind a kettő nagy és keresztény jel, a betlehemi csillag is számunkra, hogy mi ugyan vándorló emberek vagyunk, megyünk a cél felé, a csillag hol eltűnik előlünk, mint a napkeleti bölcsek elől, hol fölvillan, életünk lehet jó és rossznak a része, a kereszthordozás, mint ott van a máltai kereszt is, de azért a reményünk, a végső cél elérése, a beteljesedés. És ezt ünnepeljük Nagyboldogasszonynak a személyében, aki ugyanakkor még számunkra, a magyarság számára is nagyon kedves, hiszen Szent István királyunk az ő ünnepén hagyta meg azt, hogy viselje gondját ennek a népnek, annak a népnek, amely Tolnán él, és tudjuk, hogy itt mindenféle náció élt. Itt magyarok éltek, délszlávok éltek, németek éltek, zsidók éltek, romák vannak. Ez most már mind a magyar nép körébe tartozik ezen a tájon, és Szent Istvánnak a hagyatéka, a Szent Istvánnak a végrendelete az ránk is áll, hogy a szűzanyának vagyunk ajánlottak. És ebben nagy vigaszt lelünk mindannyian, hogy gyámolítva vagyunk. 250 éves ez a templom, 1000 éves magyar államiságunknak egynegyedét felöleli. Nem tudjuk, hogy mit hoz a jövő. Különösen a mostani háborútól terhes időkben sokszor félelmekkel gondolunk a jövőre, utánunk jövőkre. Vajon mi lesz a sorsuk ennek a fölfordult világnak? Összes visszássága eszünkbe jut. De azért vagyunk keresztény emberek, mert hiszünk és remélünk. És tudjuk, hogy Isten nem hagyott el bennünket, és ezzel a reménnyel akarjuk folytatni utunkat. És azért imádkozunk, hogy ne csak a 1000 éves távlatunk, ne csak a 250 év legyen mögöttünk, mint egy nagy kincsünk, hanem a jelenünk mutasson a jövőbe is, és legyen reményünk arra, hogy még nagyon hosszú időn keresztül, amíg világ a világ, Tolna városában dicsőítik az Istent, örülnek annak, hogy keresztény emberek lehetnek, és kérik a szűzanyát, a mennybe fölvettet, hogy imádkozzék érettünk.
Amen. Hiszek az egy Istenben. Köszöntsük örvendező szívvel, testben és lélekben megdicsőlt Szent Szüzet, és kérjük, hogy Jézus közvetlen közelségében támogassa kéréseinket. Hogy a világ felismerje a nagy jelet, a mi dicsőséges asszonyunkat és az ő szent fiát, Jézus Krisztust. Hogy az egyház szüntelenül érezze a megdicsőült Szent Szűz anyai gondoskodását. Hogy a mennyország királynőjének közbenjárására minden nép elnyerje a béke ajándékát. Hogy a gyengék és a betegek erőt és reményt merítsenek a boldogságos Szent Szűz test szerinti megdicsőüléséből. Hogy elhunyt testvéreink társaságában egykor mi is boldogan köszönthessük a mennybe felvett Szűzanyát. Istenünk, te páratlanul csodás dolgot műveltél, amikor a boldogságos Szűz testét és lelkét a mennybe fölvetted. Add, hogy megdicsőlt Szent Anyánk pártfogásával, gyallóságunk ellenére is eljussunk hozzád a boldog örökké valóságba. Krisztus, a mi Urunk által. Az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
Urunk Istenünk, jussanak elét hódoló adományaink, s a mennybe fölvett boldogasszony közben járására, a szeretette gyelángolóvá, s emelje hozzád szívünket, Krisztus, ami Urunk által. Az Úr legyen veletek! Emeljük föl szívünket! Emeljük az Úrhoz! Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek! Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked. Mi, Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus, a mi Urunk által, mert ezen a napon az Isten szülőszüzet fölvetted a mennybe, így ő lett egyházad megdicsőlésének kezdete és példája, zarándok néped vigasza és biztos reménye. A romlástól méltán óvtad meg az ő testét, mert csodálatosan világra hozta megtestesült fiadat, minden élet szerzőjét. Ezért mi is az angyalok kórusához társulunk, dicsőítünk téged és újjongva zengjük. Vagy Istenünk, és méltán dicsőít téged alkotásod, az egész teremtett világ, mert fiad, ami Urunk Jézus Krisztus által, a Szentlélek kereivel éltetsz és megszentelsz mindent, s néped gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be néked. Kérve kérünk te át, Istenünk, a Szentlélek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájon, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájon, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakét kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.
Íme hitünk szent titka. Várjak mindegyünk, Urunk, és Te vagy megáldásodat, ami jelen Annak emlékét ünnepeljük tehát, Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan föltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva, hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egyházad áldozati adományára, ismert föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve egy test és egy lélek legyünk Krisztusban. Ő tegyen minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal. Elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal, a dicsőséges vértanúkkal és minden szenttel együtt. Az ő közben járásukra reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket. Kérünk Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősíts meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat, szolgáldott Ferenc pápánkat, Balázs és László püspökeinket, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet. Teljesíts kegyesen házad népe kérései, hiszen Te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos Atyád, vonn magadhoz érgalmasan a világunk szétszóródott valamennyi gyermekedet. Elhunyt testvéreinket pedig, és mindazokat, akik kegyelmedből költöztek el ebből a világból, engedd be jóságosan országodba, ahol reményünk szerint dicsőségedben velük együtt mi is örökre gazdagon részesülünk, Krisztus Urunk által, meg általa árasztod el minden jóval a világot. Ő általa, ő vele és ő benne, a Tiéd mindenható Atya Isten, a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké. Amen. Isten szeretete kiárad szívünkbe a Szent Lélek által, ezért merünk így imádkozni. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk. Még reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
Apostolaidnak, békességet adjok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egy házat hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, s add meg teljes egységét. Aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Engesztelődjetek ki szívből egymással. Az Isten báránya, ime, aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akiket meghív asztalához, Jézus az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó.
van rajtuk egy-két olyan tolnán szolgált pap is, akik számunkra is ismerősek lehetnek. Köszönöm, hogy a mai ünnepünkön részt vettek a város vezetőink, polgármester asszony, alpolgármester úr, aztán nagy tiszteletű református lelkésztársamat is köszöntöm, Juditot. Köszönöm nektek is, paptestvérek, hogy itt vagytok környékből, közelebbről, távolabbról, de itt vagytok. Katolikus gimnáziumunk új és régi igazgatóit is köszöntöm. Most éppen váltás van. Városunk elszármazottait is, akik hazajöttek erre a hétvégére, illetve környékben nyaralókat is, Dombori nem messze van, meg a Duna, akik ma velünk tartottak. Köszönöm azokat is, akik ide zarándokoltak. Tolnai plébániánk egyházi életének nem csak 250 éves múltja van. Hallottuk érsek atyától ezt a kronoszkópot, ha jól mondom. De most mindannyian városunk szívében vagyunk. Azon megszentelt falak között, amit elődeink nagy boldogasszony tiszteletére építettek. Az idei jubileum alkalmából örömmel, imádsággal és hálateli szívvel emlékezzünk meg. Egy picit felsorolás lenne a részemről. E templomot felépíteni akaró gróf Festetics párról, a város akkori kegyuráról. A finanszírozó gróf Batthyány József, kalocsai érsekről. Az építtető Nunkovics János plébánosról. Az építő szakemberekről, köztük sok kiváló tolnai mesterről. E falak között szolgált 13 plébános elődömről. 250 év alatt én vagyok a 14. Aztán 144 kápláni beosztású paptestvérekről. Templomunkban megszületett és innen elindult tolnai származású papi hivatásokról. Számtalan kántorról, sekrestyésről, templom díszítőkről, takarítókról. Régi katolikus férfi és női egyletekről, későbbi csoportokról és közösségekről, hitoktatókról, az egyház felé elkötelezett testületi tagokról, minisztránsokról és sok-sok névtelen karbantartókról. Most, hogy elkezdtük a javítgatásokat, van mit mindig, minden generációnak megtenni. Akik így módon jó szívvel szolgáltak e falak között és e falakért. Mindazokról hálateli szívvel emlékezzünk meg tehát, akik a maguk idejében akár ellenszelek során is, és itt a templomunk mellett van egy szélcsatorna. Szóval szél, ellenszél bőven volt mindig itt, akár átvitt értelemben is. De hogy mindig voltak azok, akik helytálltak, ilyen idők közepette is. És a megszentelt köveket jelenlétükkel, imádságukkal, énekükkel, szolgálataikkal, munkájukkal
élő eleven kövekké tették. És így nagy lépésekkel megérkezve mostani ünnepi közösségünkhöz köszönöm mindenkinek az imádságos jelenlétét. Azt is jelzem, hogy az áldás, valamint a két himnusz után mindannyiunkat várjuk a plébánia udvarára, egy közös agapéra. És egy zárójel, emberekből vagyunk, ezt is kihirdetem. A mosdók pedig a mögöttünk lévő úgynevezett polgári iskolánban lesznek, akinek szüksége van, majd oda tud elmenni. Külön köszönöm Balázs érsek atyának, hogy eljött közénk ide a Dunántúlra, voltak éppen haza, mert mint érseknek elhangzott ez is, Pécsi Egyházmegye metropolitája is. Köszönöm, hogy velünk ünnepelt, és a kronoszkópon túl azért a kairoszkópot is, az Istennek a gondviselését is megmutatta számunkra. Önöknek is szép búcsút kívánok, mivel hogy a kalocsai főszékesegyház is Nagy Boldogasszony tiszteletére épült. Sok idei kegyelmet kívánok. És érsek atya, kérem, fogadj el szeretettel azt az ajándékot tőlünk, amit egy helyi versegi Ferenc fazekas népi iparművész fölajánlása. Egy sajátos mázzal és technikával készült úgynevezett habán kerámia vázája, ami stílszerűen márjásan kék. És még egy környékbeli csípős vizet is kap az érsek atya. Rózsa Laci diákónusunk, neked is köszönöm, mint testvéremnek, közösségünk nevében is, hogy nagylelkűen végig finanszíroztad a restaurációs munkákat. Sőt, külön köszönöm, Laci, azt az impulzusodat is, mert hogy ennek kezdeményezése is tőled jött, hogy fogjunk bele, csináljuk meg ezeket a belső felújításokat. Mivel borászkodsz, így a Dunába nem öntünk vizet, még itt a Hold Duna mentén sem, te is fogad szeretettel ezt a csípős vizet. Köszönjük. Most már erre fordulok. Tolna Szig Bétének, személy szerint Zsinka Áronnak, és édesapjának, Zsinka Jánosnak is nagyon-nagyon köszönöm azt a nem kicsi fölajánlását, hogy 2,5 évig tartó munkálatok során grátisban adták oda az állványzatot, és ezzel a kivitelezésben óriási módon segítettek. Az állványok többszöri fölépítése, meg lebontása ide-oda kellett vinni, mozgatni. Igazi férfi munka volt. Köszönöm ezt az összefogást. János, hadd kérlek, hogy gyere, és a fiad is itt van, akkor őt is várom. Egy szent család festett ikonképpel hadd köszönjük meg ezt az önzetlenséget. Neki, valamint a fiadnak is munka után jól eső csípős vizeket is hadd adjunk át. Köszönjük. Link Juditnak, városi könyvtárosunknak. Nagyon-nagyon köszönöm, hogy amúgy is plébániánk minden kéréséhez állandóan nyitott vagy.
De most külön köszönöm, hogy ezeket a fekete-fehér régi képeket, melyeket a jubiláló templomunkról és a benne való közösségi életünkről szólnak, ennek az anyagát te készítetted el számunkra. És így most van mit kiállítanunk. Judit, te sokszor mosolyogsz, ezért fogadd el tőlünk szeretettel egy szépen pompázó virágot. Köszönjük! Végül köszöntöm azokat a szekszárdiakat is, akik az egy úton zarándoklat során gyalogosan jöttek el mai ünnepünkre. Picit meg tudtok majd itt pihenni, töltekezni, beszélgetni, ne szaladjatok haza. Gyalogosan most lehet, hogy nem is olyan sürgős ez a futás haza. Most tehát majd az áldás következik, aztán a két himnuszunk, és azok után is hadd kérjem még, hogy mindenki maradjon a helyén, ahol van. Érsek atya és az asszisztencia ugyanis majd középen vonul ki át a plébániára, és majd utána ott találkozunk. Köszönöm. Fogadjuk az áldást. Az Úr legyen veletek, és a felekkel. Legyen áldott az Úr neve, most és mindörökké. Segítségünk az Úr nevében, aki a szépen és a földet hallotta. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen. A